Ja, üdvözöllek, én Alexa vagyok, és nagyon-nagyon örülök, hogy most ide kattintottál. Ma egy Jim Beam rendelést hoztam nektek, remélem, hogy fog tetszeni. 4 terméket rendeltem most, úgyhogy ezeket szeretném megmutatni. Már több mint egy hete használom őket, úgyhogy már van róla tapasztalatom is, úgyhogy ma erről fog szólni ez a videó. Ha érdekel, akkor tarts velem! Az első termékünk a Focus List. Ezt még nem próbáltam ki, viszont ezt fogom használni, ha csibe mellett akarok készíteni, és be szeretném forgatni, akkor ebbe a Focus Listbe fogom beforgatni. Amit erről a termékről tudni kell, az, hogy hipoallergén termék, fogyasztása allergiák esetén sem okoz gondot, és magas fehérjetartalommal bír, ezért a búzaliszttel betegszik, szóval szóba sem állnak. A második termékünk a kókuszsír, amit már használtam is, úgyhogy ezt már kipróbáltam. Bármire használhatjátok, hal vagy sonkát szeretnétek pirítani, vagy bármire. Úgyhogy egy kicsit ilyen kókuszos íze van. Először az illatán éreztem, hogy hú, ez milyen kókuszos, viszont nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon egészséges. Amit a kókuszsírról tudni kell, az, hogy az egyetlen olyan étkezési zsír, amely nem savasodik meg. 200 fokon oxidálódik, így nem képződnek benne transz zsírok. Elősegíti a pajzsmirigy egészséges működését és a krónikus fáradtságot. Kitűnő gomba, baktérium és vírusölő. A harmadik termékünk a cink, viszont erről azt olvastam, hogy nagyon-nagyon kis mennyiségben ajánlott fogyasztani, de mégis szüksége van a szervezetünknek cinkre. Hogy mire jó a cink, azt már is mondom. A cink szabályozza a hormonrendszerünk rendes működését, és nagyon jó az aknés, vagy ilyen pattanásos bőrre. A kozmetikusok is elég gyakran használják. Az utolsó termék pedig, amit a Jim Beamről rendeltem, ez az eritrit, ami 1000 g-os, jó nagy, ezt már használom is, és használni fogom, ilyen, hogyha süteményt fogok készíteni, akkor csak ezzel fogom édesíteni, semmiféle barna cukrot és más anyagokat nem fogok belerakni, csak ezt az édesítőszert. Úgyhogy hát jó nagy adag, reméljük, hogy jó sokáig elég lesz. Ha nem, akkor viszont majd újból rendelni fogok, mert megkóstoltam és nagyon-nagyon finom, úgyhogy én már abszolút nem használok fehér cukrot, ha használom is, akkor barna cukrot, de azt is nagyon-nagyon ritkán csak kávéba, viszont abba is már az édesítőt használom, ha éppen szükség van rá, de nem mindig, mert megiszom már cukor nélkül is. Úgyhogy ezt a 4 dolgot rendeltem a Jim Beam oldalról, de még majd más termékeket is kinéztem már magamnak, mint például az L-karnitin, a kollagént viszont máshonnan rendeltem, ez a következő videóban lesz. És a videó végére készültem nektek egy kis nyereményjátékkal, ami nálam még nem volt, viszont most ezt a 4 terméket, amit bemutattam nektek, a kókuszlisztet, a kókuszsírt, a cinket és az 1000 g-os erithitet megnyerhetitek. Méghozzá úgy, hogy ha még nem követtél be, akkor kövess be, és itt alul írd meg kommentbe, hogy rendeltél-e már a Jim Beam oldalról, ha igen, akkor mit,
És a harmadik feladatod viszont az, hogy kövess be Instagramon. Ez a három feladat vár rád, és akkor bekerülsz a nyereményjátékba, amiben ezt a csomagot nyerheted meg. Szlovákia és Magyarország területéről lehet játszani, mind a két országba ki tudom küldeni nektek. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, és minél többen járni kezdetek a nyereményjátékra. Köszönöm szépen, ha megnézted ezt a videómat, és a legközelebbiben találkozunk. Ja, és amit még elfelejtettem, hogy április 15-én lesz a sorsolás, és az Instagram oldalamon fogom kitenni a nyertest. Sziasztok!